A reklám előtt Dávid Ferenccel már egy kicsit belekaptunk abba a témába, hogy vajon ki fizeti meg a mostan bejelentett, meg érvénybe lépett 10%-os rezsicsökkentést. Arra jutottunk, hogy végül is mi fogyasztók. Aztán arról is kell beszélnünk, amit ma már a sajtó szellőztetett meg, hogy állítólag újabb rezsicsökkentésre készül a kormány, ezt a Magyar Hírlap tudta meg. Rogán Antal nem cáfolta, nem is erősítette meg, azt mondta, hogy ha a kormány erre készül, azt nyilván a Fidesz frakció nem fogja majd ellenezni. Szóval ennyit tudunk pillanatnyilag. Molnár László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Azért, hogyha a mostani 10%-os csökkentésen túl még 10% van a rendszerben, hát akkor az benne volt ez a mínusz 20. Hát egy kicsit távolabbról kell kezdeni a dolgot, ugye Orbán Viktor ugye azzal indokolta ezt a lépést, ha még visszaemlékszünk, hogy ez egy olyan szféra, ahol non-profit elven kell működni. Na most praktikusan ez a szféra eddig is non-profit elven működött, hiszen egy rendkívül szigorú árszabályozás van ebben a rendszerben. Minden évben van egy árfelülvizsgálat, amikor a szolgáltatók előadják a kérelmeiket a Magyar Energiahivatal felé, hogy nekünk kérem szépen ilyen, meg olyan, meg amolyan költségnövekedéseink voltak, majd ezt a hivatal fölülvizsgálja, ennek körülbelül a felét általában elfogadja. Jóval kevesebbet egyébként, mint ami egyébként indokolt lenne, hiszen már eddig is nyomás volt arra, hogy ne engedjék túlságosan elszaladni az energiaárakat. Ezt a szolgáltatók hát több-kevesebb panaszsal általában lenyelték, de mindig volt egy legalább a költségek egy részét fedező, vagy a költségnövekedés egy részét fedező áremelési lehetőségük, amikor olyan volt a piaci helyzet. Na most akkor így utólag most azt kéne megállapítanunk, hogy ez a hivatal rosszul dolgozik. Mert ugye, hát ha itt van 10-20-30%... Tehát a rendszerben, akkor rosszul dolgoztak. Így van, tehát akkor nem érvényes az unió által elfogadott, mert uniós országban is hasonló rendszerek működnek, az ottani árképletek, amelyek szintén, ez egy képlet, megvannak a különböző költségelemek, és ebből egy képlet kiszámolja, hogy mekkora a költségnövekedés indokolt ebben a ágazatban. Tehát akkor az unió is ilyen értelemben valószínűleg rendkívül rosszul dolgozik, vagy az uniós tagországok megfelelő hivatala is rendkívül rosszul dolgoznak. Az áram ára, tehát a kis villanyszámlánkon, és annak az összegnek kb. 50%-a az, ha jól tudom, ami az áramnak a tényleges ára. És akkor van az a sokszor emlegetett rendszerhasználati díj, ami ugye a szállítás, irányítás, tárolás, és így tovább, az pedig egy ilyen 25-30%-ot tesz ki az összköltségből. Most a szolgáltatók... Nyilván az áram árából pedig nem tudnak lefaragni, mert hogy ott van egy beszerzési ár, ott a piac diktál, nem? Tehát a rendszerhasználati díjból tudnak csak faragni. A rendszerhasználati díjban meg milyen plusz tartalékok vannak? Tehát hol lehet csökkenteni? Mert gondolom, hogy erre kényszerülnek, hogyha nekik ennyivel kevesebb bevételük lesz, akkor valahol csökkenteni kell a kiadásaikat, nem? Igen, tehát én most utána néztem egy kicsit az árképletnek, tehát hogy nagyságrendileg 44%-ot képvisel az áram termelői ára és a kisfogyasztói ára, tehát azok az áramszolgáltatóknak az árésével növelt rész, amelyek ugye közvetlenül a lakossághoz, vállalkozásokhoz eljutatják az áramot, mondjuk az árampiacon. Körülbelül 33%-ot tesz ki a rendszerhasználati díj, ugye ez gyakorlatilag a nagy feszültségű hálózatoknak a kezelését jelenti, és mellette vannak adók, hát azt ne felejtsük el, hát ezen van egy áfa, ami még egy ilyen 21%-ot tesz ki. Na most, amikor áfából nem tud spórolni, áramárából... Ugye az áfa százalékos kulcs, tehát ha az alapokat csökkentettem, akkor is automatikusan csökken, tehát ugye ott azt látni kell. Itt ugye egy össze nem hangolt és át nem gondolt intézkedés sorozatnak egy nagyon, hogy mondjam, eklatás végtermékét látjuk most. Hát ha belegondol abba, hogy a költségvetés tervezésekor a Matolcsi 2-es csomagban, ugye ez az utolsó csomagban, benne volt a Robin Hood adó drasztikus megemelése. Benne van a hálózati 100 méterenként 10 forint fizetési kötelezettség, amely szépen be van tervezve a költségvetésbe. Majd ezek után azt mondom, hogy csökkentem a finanszírozási forrást, tehát nem, hogy nem ismerem el ezt költségnövekedésként, hanem még csökkentem a különböző résztvevőknek a bevételét, mert ugye ez a bevétel csökkent, nem a profitját, tehát a profitja ennél jóval nagyobb mértékben csökkent, mint a bevétele, hiszen amit ön is mondott, hát a gáz, azért a villamos erőművi rendszerben az úgy néz ki, hogy Paks, mint atomerőmű biztosítja az áramellátásnak körülbelül a 40%-át,
A maradék 60% az túlnyomó részt gázüzemű erőművekből termelődik meg. Na most a gázüzemű erőművek ugye gázt használnak föl, aminek meg van egy országhatári ára, amennyire nekünk az oroszok jellemzően adják. Tehát ugye az ár be van építve ebbe a rendszerbe, ez körülbelül nagyságrendileg kiteheti a teljes árnak körülbelül a 40%-át. Tehát ez praktikusan nem nagyon lehet hozzányúlni Paksnál. Ugye az önköltség az körülbelül egy ilyen 9-10 forint környékén van kilowattóránként. Ő a legolcsóbban termelő áramforrás ma Magyarországon. Azt már nem lehet tovább olcsóbbítani. Ott más probléma van, ugye ott az a gond, hogy jó lenne ez, mert van 29 forintos erőművi ár is, csak ugye itt ez egy alaperőmű. Egy alaperőmű akkor hatékony, hogyha állandóan megy. Nem lehet ahhoz igazítani a dolgokat, hogy most hirtelen megugrik a fogyasztás napközben, mert most elment a nap, és akkor beborult az ég, fölgyújtják az emberek a lámpát. Emiatt szükség van ezekre a tartalék erőművekre, amik ilyenkor belépnek, és hirtelen keletkező igényeket kielégítik, tehát ezekre is szükség van. Na most, amikor a különböző képleteket meghatározzák, ugye van gázárképlet is, tehát megvan az áramra, a gázra, a távfűtésre. Megvannak ezek a képletek, akkor ezekkel mind számolnak, és ezek mind elismert költségek is benne vannak, hogy bizony vannak, amiknek az erőműveknek be kell kapcsolódni a rendszerbe, márpedig ha ez az erőmű csak akkor abból a minimális bevételből kéne megéljen, amit akkor kap, amikor belép a rendszerbe, hát akkor az földobja a talpát, megszűnik, akkor viszont nem lesz, aki belépjen. Tehát ezekkel is el kell tartani. Most a rendszerirányítási költségekben ez is benne van, ezek a plusz olyan költségek, amik... Tehát nyáron mondjuk egy óriási hőségben millió légkondi bekapcsol, akkor biztos, hogy rá kell segíteni. Bizony, bizony. De hát ugye a gázszolgáltatóknál meg két dologról szoktuk azt mondani, hogy időjárás függő a mezőgazdaság, meg a gázszolgáltatás. Tehát, hogy igazából van, persze van tólik határ, hogy mennyi a bevétel, mennyivel tervezhet egy gázszolgáltató, mennyi az átlagos lakossági fogyasztás, na, de ez attól függ, hogy most februárban mínusz 20 fok lesz, vagy csak mínusz 1. Hát ez igaz, de nyilván itt ugye van egy ilyen rendszer, hogy díjak kapcsán van ugye egy fix tarifa, amit mindenki megfizet, ugye, mert vannak a fogyasztás függő tarifák, meg vannak egy ilyen alaptarifa, amit mindenki megfizet, ugye a távfűtéses lakásokban lakók, akik pontosan tudják, hogy ez mit jelent. És ugye részben ez drágítja meg egyébként a távfűtést, de egy második kérdés. A dolognak az a lényege, hogy lehet bármit dönteni, mert mégis egy kormánynak a kétharmaddal azt csinál, amit akar praktikusan, és ezt jól látjuk minden nap, meg is be is bizonyítják. Csak ennek van egy tovagyűrűző hosszú távú hatása, és a hosszú táv ez nem 30 év, hanem akár a következő 1-2 év. Ha ugyanis az áramszolgáltatónak nagyon csökken a bevétele, ugyanakkor neki lennének rendszerkarbantartási feladatai, adott esetben rendszerbővítői feladatai, hiszen lehet, hogy megjelenik egy nagyobb fogyasztó, ami neki kéne építeni a hálózatot. Ha nincs pénze, amiből ezt megcsinálja, mert hogy elveszik a bevételét, akkor nyilván ő is a karbantartáson tud spórolni, a ügyfélszolgálaton tud spórolni, mert hát mi máson tud spórolni ugye egy szolgáltató. A másik oldalon, mivel a gázár nem nagyon változik, ezért nyilván van egy fix imputált költség, ugye, amit nincs ráhatása senkinek. Tehát a beszerzési árba. A beszerzési árba. Emiatt nyilvánvaló, hogy a nagy hatékonysági tartalékok, ugye, amire itt mindig valami a gondolat, hogy hátul mindig az van, hogy hát ezek extra profitot érnek el, ami nyilván abból származik, hogy nem annyi bevételt kapnak, mint ami a hatékonyság alapján indokolt lenne. De hát mondom, részben ennek ellenmond a Magyar Energiahivatal folyamatos árfelülbírálata, részben pedig ellenmond az, hogy a teljes árból azért a tényleges termelői és kiselosztói ár, az mondom 44%, és a rendszerhasználati díjak, tehát ez az MVM és a MOVIR praktikusan alapesetben, meg a hozzákapcsolódó különböző ilyen szénfillérek, meg egyebek, azok mondjuk az áramnál 33%-ot tesznek, és még ismét hangsúlyozom, hogy maga az adótartalom, ami még pluszba jön rá, az körülbelül 20-23%. Tehát ha én nagyon akarnám csökkenteni ezt, akkor lejjebb vinném egy alacsony áfakulcsba. És akkor megoldódnak a probléma. Na most, ugye milyen tovagyűrűző hatás van, ugye ez volt az eredeti kérdés. Igen, annál is inkább, mert hogy arról keveset beszélünk, sőt, szinte semmit nem beszélünk, hogy ezzel párhuzamosan a lakossági 10%-os csökkentéssel, az ipari fogyasztók pedig 10%-kal, sőt, van olyan eset, amikor 15%-kal is drágában kapják az energiát. Tehát drágában termelnek. Ha drágában termelnek, akár exportra, akár hazai piacra, hát akkor azt mi fogjuk megfizetni?
Hát többes értelemben is. Egyrészt megfizetjük úgy is, hogy mondjuk azok az üzemek, amik emiatt versenyképtelenek lesznek, elbocsátanak. Hát mert sem mit tud csinálni. Ő is meg kell próbálni visszaspórolni ezeket a pénzeket áremelésre. Egy ilyen piacon, ami Magyarországon van, gyakorlatilag nulla lehetőség. Tehát most a gazdaság szereplői kapnak egy áremelést a nyakukba. Így van, így van. Hát én most nem tudom, hogy mennyire igazak az állítások, ugye a legnagyobb szereplői a magyar piacnak kapják a legnagyobb ilyen csomagot most éppen. Miközben egy másik oldalon, azt mondom, hogy nincs összehangoltság azért ebben a kormányi politikában, a másik oldalon egy munkavédelmi akciótervvel akarunk munkahelyeket megtartani, adott esetben bővíteni, ugye 300 milliárd értékben. Ez az egy intézkedés önmagában 100-110 milliárd forint kiadás többletet jelent, ha ezt egy az egyben mondjuk a vállalkozói szférára hárítják, ugye most egyelőre tehát erről szólnak a hírek. Tehát nekik egy ilyen 100-110 milliárd forintnyi többletköltség lesz ez a mostani áremelés. Hát amit valakinek el kell viselni. Tehát, ugye a 10% ez ennyit jelent, 110 milliárdot. Na most ebből egy kis részt maga az állam is vállal, mert ugye az adókulcsokon keresztül ez nyilván neki is 10%-a csökken az ebből a szektorból befolyó hát tervezett nyereségadóbevétel. Tehát ez mondjuk benne van. Ugyanakkor a túlnyomó többséget vagy a vállalkozások a megemelt árszinten viselik, vagy pedig a rendszerben levő szereplők, tehát az áramszolgáltató, a MVM, a Mavir, és így tovább. Most én hallottam olyan híreket, miszerint nagyban számolgatnak azért az MVM-nél is, hogy ez őket hogy érinti, mert ugye ennek egy része az náluk egy az egybe le fog csapódni, és hogy gondoljuk, egy olyan MVM, ugye, és megint a végig nem gondoltság, akire most akarjuk rásózni az EON egyébként veszteséges gázüzletágát, majd egyébként el akarjuk léptetni egy igen nagy projektbe a déli áramlatba, és egyébként még a Paksot is próbálja meg elkezdeni építeni, tehát nem, hogy ott, hogy mondjam, igen nagy bevételeknek és nagy profitoknak kéne képződni, hogy ezeket a hát ennyi szóval megnövekedett feladatokat el tudja látni, ehhez képest ott is veszteségeket okozunk ezzel. Van a rendszernek olyan szereplője, akinek ez jó? Hát természetesen, hát a kormány. Hát az egész dolog nyilván arról szól, hogy jön a választás jövőre, hát sok felmutatni való eredményt eddig nem sikerült produkálni, ugyanakkor valamit azért adni kell a népnek, ez egy tipikus olyan lépés, ami viszonylag láthatóan szétteríti a lakosság széles köre számára, láthatóvá teszi, hogy ez a kormány harcol a mentően multi ellen, a kizsákmányoló ellen, milyen vállalkozók ellen, és megvédi a kis fogyasztók érdekeit. Na persze azért hozzátenném, hogy ha én mondjuk egy kormányon vagyok, és én ezt akarom propagálni, akkor mondjuk legalább a nagy fogyasztónak nem adom meg a kedvezményt. Tehát mondjuk ne a budai úszómedencés házakat fűtsék föl ezzel az olcsóbb energiával. 10% csökkentés. Tehát azért ezt mondjuk logikusan úgy szokták csinálni, hogy valamilyen határig ezt megadom, a fölött meg nem adom. Mert a gáz ártámogatás gáz, ugyanez persze. Így volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen.